Sziasztok! Ebben a tutoriálban megmutatom nektek, hogyan lehet nagyon gyorsan és nagyon egyszerűen tájlozható, tehát végtelenített textúrát létrehozni, amit utána szinte bárhol fel lehet ugye használni, és nagyon-nagyon hasznos tud lenni. Egy nagyon pici textúrát tudunk mondjuk nagy helyre kifeszíteni. Hát jó, nem lesz benne light map például, tehát árnyékot nem égetünk bele, de nagyon sok helyen használjuk ezt a módszert is, számtalanszor használtam már én is. Jó, hát ugye látjátok most itt a Photoshop, letöltöttem egy sima egyszerű textúrát, csak bemutatás kedvének. Amiről mesélek, azt mindjárt látjátok, ugye, hát ez felfelé nagyjából ugye tájlozható. Tehát látjátok, itt van egy kis árnyék, de nagyjából ez jó. Hát én kijavítom, kicsit ezt így bele, mondjuk ezt a részt, vagy pedig több megoldás is van szintén, tök jó. Mondjuk, nem. Hanem Dodge. Aha. Hát ezt én egy kicsit itt felvilágosítom. Így. Meg így. Mert túl világos lesz. Aha. Kicsit lejjebb vesszük, így a 40-re. Oké. Jó. És a másik dolog, hogy ne legyen benne, tehát az egész textúra nagyjából legyen semleges. Tehát ne legyen benne olyan rész, ami nagyon-nagyon látszik, hogy ismétlődik. Persze ismétlődni fog, de tehát ez a rész itt nem jó, ez a rész se jó, meg ez a rész se, illetve ez se itt. Úgyhogy szépen ezeket itt kiszedjük. Hát igen, ott az baj, hogy nem talán innen, aha. Oké. Így. Ezt meg talán egy kicsit így. Oké. Ott még esetleg. Ezzel. Hát nem tud összeérni, inkább ezzel. Ha ezt összeillesztjük, jó, teljesen jól néz ki. Ugye meg lehet csinálni azt, hogy mindenhol a... Úgy szépen, hogy illeszkedjen mindenhova. Teljesen faja. Na most a következő lépés ugye filter offset, vagy other offset, és a jobb oldalit, tehát horizontálisan elkezdjük elcsúsztatni mondjuk középre, ezt berakom most nullába, oké, és hát ugye látjátok, hogy itt van egy hatalmas csík, ami elég szarul festene, úgyhogy innen én, na nem engeded öreg, de így, shiftet lenyomom, majd balegér gomb le, utána shift, akkor tudom szépen egyenletesen húzni lefelé. Oké, hát igen, ezt még itt el kell nekünk dolgozni, ugye? Így bele húzunk részeket, ahol nekünk úgy tetszik. Hogy látszódjon rajta, hogy nem egy sima csík és jól van. Tehát, hogy szépen, szépen vegyítsük el a dolgokat. Ne látszon rajta nagyon, hogy mi szerkesztettük meg. Persze sok esetben feltűnik, tehát csak akkor lesz jó, hogyha ezzel tényleg sokat szöszölsz, és ugye az avatatlan szem kiszúrja, például itt most sötét az a rész, az meg világos, tehát elméletileg így kéne valahogy, csak ugye az meg ott belezavart. Lehet vele játszadozni, de nagyjából jól meg lehet csinálni, hogyha egy kicsit odafigyeltek a dolgokkal. Meg lehet oldani. Jó, és most megnéztek a lényeget, oda offsetbe rámegyek, és most akár merre csavarom, egységes lesz viszonylag. Tehát most nem lesz benne nagyon éles vágás. Igazából ennyi a tájlozható textúra. Jó, persze ennek a képnek nem is megfelelő a pixel aránya, meg minden, de a lényeget értitek. Tehát annyi, hogy a filter offsetben elcsúsztatjuk a dolgokat, filter order offset, és itt elkezdünk mondjuk a bélyegzővel, vagy bárhogy máshogy eltüntetni ezeket a részeket. Nem mint egy képretusálás, igazából ez annyi, tehát semmi másban nem kerül. Ugye itt van, ezt leszettem ezt a képet, ezt valaki úgy csinálta. Itt is, hogyha amikor egy offset, akkor látjátok, hogy teljesen jól csinálta meg, és stylozható. Illetve a másik dolog, hogyha bementek egy textúrakészítő programban, mondjuk a Substance Designerbe, abban ő már ugye legtöbb esetben, hogyha úgy csinálod meg, hogyha ügyes vagy, a tájlozhatót hoz létre, tehát nagyon egyszerű pedig ilyen textúrát megcsinálni, nem egy bonyolultság, én egy nap után tudtam, tehát hogy nem egy nagy basszizdasz. Ugyanitt, mint ez. Látjátok, hogy a kép bal oldala rettentő fehér, a jobb oldala pedig viszonylag sötét. Itt is mondjuk offset, és látjátok, hogy mennyire más. Hát én itt azt mondanám, hogy nekem ez a rész ez nagyon tetszik. Akkor valahol középen, nem tudom pont hol a közepe, de mondjuk legyen itt, a szemre. Ezt leduplikáljuk, ugye? Így. Convert to. Oké, nem. Hülye vagy? Layer via copy, oké. Úgy, és ezt átrakjuk ide. Jó. Most ugye egységes lett a kép, tehát ami a bal oldalon van, az a jobb oldalon is van. Teljesen jó. Most a másik dolog, hogyha én ezt egybe rakom vele. Oké, tehát ugye most már tájlozható, ugyanis, hogyha ezt most én elcsúsztatom, akkor igen, tehát akkor szépen megy vele együtt, persze ez itt azért ilyen lepkés, de tájlozható. A másik rész az ugye ez itt kúrolgáz. Berakjuk egyben nullába, és most úgy kéne ugye, hogy ne legyen nagyon éles a vágás, szóval én ezt ide másolgatnám. Igen, csak akkor ott nem lesz ugye a... nem lesz ott ugye a... malter-szerűség. Tehát ezzel is oda kell figyelni. Látjátok? De akkor nem lesz ott a malter. Tehát nagyon sok ilyen apróság van. Még azt is meg tudnánk talán csinálni. Akkor azt a részt... ezt most ide rakom, így. Aha, hát ez már egy fokkal jobb, csak ugye ott még most az ott látszik, meg mit. Tehát ezzel is el kell szórakozni, a legjobb megoldást ugye meg kell találni, hogy nektek hogy fog tetszeni. Így. És akkor például lehet azt mondjuk ezt a téglát, vagy mondjuk ezt a téglát, kikopizzuk, és berakjuk ide. Mondjuk berakjuk ide. Úgy a széleit le lehet kicsit radírozni, hogy ne legyen ilyen éles. Ugye, hogy passzoljon a képhez. Így, né? És akkor egyből nem lesz olyan lepkés. Tehát ezzel így végig lehet szépen haladgatni, behelyezni máshova is. Mondjuk berakni ide, vagy oda, vagy amoda. Ez most csak egy gyors példa volt, hogy lehet ilyet létrehozni, nagyon sokan kérdeztétek. Nagyjából ennyi a lényeg, nagyon-nagyon egyszerű, és be lehet helyettesíteni, esetleg ezt kijebb húzzuk, hogy itt nagyobbnak tűnjön. Így, ni. Látjátok, már is nem egyhangú az egész kép, illetve ugye még ezt is itt kiszedjük. Igen. Leírjuk a copy. És ezt mondjuk ide berakjuk. És már is a kutya nem fogja megmondani, egy nagyobb textúra csomagról, amiben raktok mondjuk részleteket, tehát mondjuk lehet megcsinálni azt, hogy pár téglát kimodelleztek, tehát egy kis boxot beraktok a falba, és akkor olyan lesz, mint hogyha ott húzsustán annyira sok tégla lenne, mert kiáll ugye a falból egy kis tégla, és akkor ó, hát zúristen, mi van itt? Oké, nagyjából ennyi, ugye ezeket is itt el lehetne szépen tüntetgetni, de most sok értelmét nem látom folytatni, mert a lényeg az, hogy ezt így kell csinálni, tehát ennyi a lényeg, nagyon-nagyon egyszerű. Jó, ezzel itt vannak itt ugye homályos részek, arra oda kell figyelni, de nagyjából így kell. Bár megmutatom még talán azt, ugye ezt itt visszaveszem. Other, offset. Talán még úgy is működhetne a dolog, ezt nullába berakom most, még úgy is működhetne, hogy van, csak akkor az úgy elég necces. Igen, hogy így. Igen. Így is jobb. Így is jobb, mint az előbb volt. Tehát rengetegféle variáció van. Ugye most ugyanazt csinálom, csak erős ecsettel. Itt-ott kijebb, itt-ott beljebb megyek. És az a lényeg, hogy nagyjából ugye passzoljon a bal oldal a jobbhoz. Tehát most is itt közelről látszik, tehát ez most közelről nem jó. Tehát most közelről ugye látszik, hogy ott úristen, ott vannak ilyen vágások. De ez is például egy másik módszer, hogy itt nincs homályos rész. Most ebbe picit így belemegyek esetleg. Így. A másik ecsettel. Ott talán egyből jobb a megoldás. De mondom, tehát mindig, nem csak egy tutoriál, de a lényeg az, hogy mindig nézzétek át jól. Ha ti nem veszitek észre, hogyha ti ránéztek, és ez tök jó, akkor abba hagyhatjátok, és mehet a textúra tovább. De hogyha tudod, hogy úristen, ott egy vonal, hát ezt mindenképp javítsd ki, mert látszani fog. Tehát én ezt a textúrát így nem adnám ki a kezemből. Ez a másik, ezen még picit kell dolgozni, de ez teljesen korrekt. Ez tök jó, max még annyi, hogy ez a fele, meg ez a fele sötétebb, mint a közepe. Tehát még azzal lehetne szórakozni. De nagyjából ugye, igen, látjátok, hogy a széle az világos. Én ezt így kiviszem középre, így. Így, akkor szépen mondjuk a, igen, burn-el, vagy ott sose tudom még, igen. Ebből egyné, és erre egy kicsit rámegyek középre, hogy picit legyen világosabb. Így, nagyjából ennyi. Tehát most már nagyjából sematikus? Egyforma, nem tudom. És már nagyjából egyforma textúra, és be lehet vinni bárhova, és tök jól fog kinézni. Jó, nagyjából ennyit akartam. Bármi kérdésetek van, nyugodtan írjatok, hívjatok, mit tudom én. Úgyhogy sziasztok!